Sziasztok! A mai videó egy food haul videó, méghozzá egy speciális kiadásban, mert hogy a karácsonyi menünk közt vásároltam be. Mielőtt megmutatom, hogy miket vettem, azelőtt arra gondoltam, hogy elmondom, hogy tulajdonképpen én mit is fogok főzni. A 24-ét azt Martinnal és az öcsimmel kiegészülve fogjuk majd ünnepelni, és akkor puskázok, mert hogy ezt bevásárláshoz is magammal vittem, akkor francia hagymakrémleves lesz az előétel, aztán lesz francia rakott krumpli, nagyon franciás ez a karácsony, lesz karfiolpüré, és igen, ezek már a következő, lesz tésztasaláta, illetve az öcsémnek, majd mindjárt megmutatom, milyen kis vegetáriánus kis fasírt golyókat vettem, azt fogom neki megsütni, Martinnak pedig magamnak pedig majd halat fogok készíteni, viszont a halat azt majd 24-én délelőtt frissen fogjuk megvásárolni. Jó, lesznek sütemények is, nem tudom, hogy mindet egyszerre megsütöm, vagy majd így az ünnepnapokon is sütök, mert hogy Martin szülei meglátogatnak majd minket is, akkora szeretnénk majd valamilyen friss süteményt. Amit mindenképpen csinálok, az úgynevezett Berliner Brot, aminek az a különlegessége, hogy ez is ilyen mézes kalács fűszerezésű, nagyon-nagyon finom és egész mogyorót tartalmazó sütemény. Aztán valószínű, hogy amikor Martin szülei jönnek, akkor lesz a mézes kalács sajtorta, valamint szeretnék vaníliás kiflit és sajtos pogácsát készíteni. És 25-én és 26-án is valószínű itthon leszünk. Ezeken a napokon sült céklás risotto lesz kecskesajttal a menü, illetve pásztor pita. Na szóval, ezekhez vásároltam be. Ahogy mondtam, egy-két apróságot még hétfőn be kell szereznünk, mint például a friss halat, vagy friss salátát szeretnénk még hétfőn vásárolni, de alapvetően bevásároltunk. Ha bárkit is érdekel, akkor a Kauflandban voltunk, és az Edekában, de a legtöbb mindent a Kauflandban szereztem be. Illetve amíg én a Kauflandban a túlérésért küzdöttem, gyűlölöm az ünnepek előtti bevásárlást, mindegy, túl vagyok rajta. Addig Martina Pennybe ment el, és megmutatom, hogy mit vett, mert hogy ajándékba szeretnék majd az ő családjának Raffaello likőrt készíteni, már készítettem és nagyon-nagyon finom lett, és ahhoz talált a Pennyben 2 darab ilyen kis üveget, ami tökéletesen passzol ehhez a likőrhöz, úgyhogy ennek nagyon örültem, hogy így kiszúrtam. Oké, kezdjünk bele. Van itt 2 darab szósz a Heinztől, ami egyáltalán nem az ünnepi menühöz van. Amúgy, hogyha a háttérben hangokat hallotok, akkor Martin járkál, a macskák játszanak, és nagyon-nagyon fel vannak most éppen lelkesülve, mert hogy most értünk haza a bevásárlásból, és ilyenkor mindig mindent meg akarnak nézni, hogy mit vettünk. Mindegy, szóval 2 ilyen szószt a Heinztől, az egyik az egy koktélszósz, a másik pedig egy egzotikus ananászos szósz. Aztán az említett mézes kalácsos sajtortának az alapja az zabkexből áll, ehhez vettem zabkexet. Vettem, már nem mondom meg, hogy konkrétan mihez, de szerintem a sajtortához kell ez is étkezési keményítőt. A Berliner Brothoz vettem egész földi magyarót. Aztán vettem risotto rist. Vettem szintén a Berliner Brothoz, én ezelőtt még ezt a terméket nem láttam, úgyhogy nem is tudom, hogy pontosan ez micsoda, Apfelkraut a német neve, és nem tudom, ez a lekvároknál volt, alma van benne, cukor, pektin és citromsav. Úgyhogy gondolom, hogy olyasmi lehet, mint hogyha alma lekvár lenne, vagy ehhez hasonló, ez a Berliner Brothoz kell majd mindenképpen. Szeretnék, ezt még el is felejtettem mondani, szeretnék gyerekpuncsot készíteni, alkoholmentes glühweint, forralt bort úgymond, ehhez vettem ilyen teafiltert, igen, mondhatjuk annak, illetve a már említett Raffaello likőrhöz vettem Raffaellót, ebből 3 dobozzal, mert hogy szeretnék kb. 2 literrel készíteni belőle, és ahhoz ennyi kell. Valamint mi van még itt? Van itt étcsoki, ez a Berliner Brothoz kell, és van itt ilyen apróra ledarabolt mandula, ez pedig a hókiflihez kell. Amúgy, hogyha érdekelnek titeket a receptek, akkor amit tudok, azt be fogok linkelni nektek az infoboxba, hogyha esetleg ilyen jellegű kérdésetek lenne. Oké, jöjjön a következő, amiben elsősorban a zöldségek vannak, meg a fűszerek. Elfogyott itthon a fehér bors, úgyhogy ezt vettem. Én a legszívesebben mindig frissen őrlöm a borsot, hogyha főzök.
Aztán a salátához ezt már megvettem koktélparadicsom, vettem újhagymát ezt a tésztasalátához, vettem lila burgonyát, ezt megmutatom nektek. Még sosem használtam ilyen lila burgonyát, elvileg tök érdekesen néz ki. Ez nem a karácsonyi menünkhöz lesz, hanem most szombaton veszem fel ezt a videót, ti ezt holnap vasárnap látjátok, és a holnapi menünk lesz ilyen... nem tudom, hogy a grünkolnak mi magyarul a neve, valami kelkáposztához tudnám hasonlítani, csak hogy ilyen leveles kelkáposztaszerűség. Abból és ebből a lila burgonyából lesz ilyen kókusztejes ragú féleség, de ez csak ilyen vasárnapi menü. Aztán már az uborkát is megvettem a salátához. Van itt 2 csomag salottahagyma, ez majd a pásztorpitéhez, illetve hát nem tudom, valamelyik recept még írt csalotta hagymát, és amúgy is mindig szeretek többféle hagymát felhasználni. Én a hagymakrémlevest sem csak is kizárólag vörös hagymából készítem, ahhoz is szoktam fehér hagymát, púri hagymát, lila hagymát, mikor éppen mi van itthon. Szeretem így egy kicsit felturbózni. Vettem kakukkfüvet, ez a pásztorpitének az alapja, és már csak nagyon kevés van itthon. Aztán vettem burgonyát. Tök jó, hogy még van mellettem hely, úgyhogy még tudok éppen hova pakolni. A burgonya az ugye a francia rakott burgonyához kell, valamint a pásztorpitének a tetejére is, ugye burgonya püré kerül, és úgy megy be a sütőbe. Aztán van itt egy karfiol a karfiol püréhez. És azt hiszem, igen, az utolsó az pedig a vörös hagyma. Mert hogy ebből már kevés van itthon, és hogy elég sokféle ételhez kell. Aztán, megmutatom nektek, annyira szeretem, amikor ilyen nagy bevásárlásra megyünk, akkor van egy ilyen kis hűtőtáskám, amit a H&M-től rendeltem, még nyáron valamikor, és ezt mindig be szoktuk tenni a kocsiba, hogy ilyen nagy bevásárlások során azokat a dolgokat, amik hűtést igényelnek, bele tudjam tenni, mert így egyszerűbb itthon is kipakolni belőle. Van itt 2 darab hús alternatíva. Az egyik az egy vegán rántott húsra hajazó akármi. Ilyen szokott nálunk itthon lenni, mert mindig jól jön, ezt nem az ünnepekre vettem kifejezetten, de például ezt igen, ezt az öcsémmel fogom majd megcsinálni, mert hogy ezt ő is nagyon szereti. Ez pedig ilyen vegetáriánus kis golyócska a Garden Gourmet-tól. Aztán van itt egy ilyen nagy tömb, hát ez nem annyira nagy, és nem is tömb, de szóval egy darab gaudasájt. Van itt... nem tudom, hogy ezt magyarul hogy hívják, nagyon-nagyon jó. Minden esetre ezt a tészta salátába szoktam beletenni, ez egy ilyen sajtféle. Van itt reszelt sajt. Már nem is tudom, hogy ez mire kell majd. Valamilyen ételhez biztos kell. Aztán ugye, mivel elég sok, relatív sok süteményt szeretnék sütni, legalábbis magamhoz képest, és elég sokba kell vaj, ezért vettem 3 csomag vajat is. Aztán vettem a Raffaello likőrbe tejszínt, ebben 750 ml tejszín kell összesen. Van itt egy ilyen epres, rebarbarás, hát ez olyasmi, mint a kompót, ahhoz tudnám hasonlítani. Ezt még nem tudom, hogy mihez vettem, de úgy voltam vele, hogy jól néz ki, és biztos, hogy el fog fogyni így az ünnepek alatt majd, amikor sütök. Mascarpone a sajtortához, és hogyha már ott voltam a Kauflandban, akkor vettem rigottát is, mert a rigottát itt nem mindenhol lehet kapni, és ez is ugye eláll egy darabig, és majd valamikor ünnepek után biztos jól fog esni egy ilyen sima paradicsomos rigottás tészta. Úgyhogy ezt ahhoz vettem. Van itt egy kis vaníliaszósz, amit tudom, hogy maga is megcsinálhat az ember, de tudom, hogy ciki, de nekem az üveg kellett ezért. Vagy hát amúgy is szerettem volna vaníliaszószt egy kicsit, de az üveg miatt vettem meg ezt a fajtát. Aztán vettem tejfölből 4-et, ez kell a tésztasalátába is, a pogácsába is, amit sütni szeretnék, és azt hiszem, hogy a sajtortába is kell belőlem. Nem mutatom meg minden 4-et, mert fölösleges. Vettem kecske sajtot a sült céklás risottóhoz. Vettem 2 darab friss élesztőt a pogácsához, igaz, hogy csak egy kell, de mindegy. Illetve az egyik vegán csoportban láttam, hogy itt Németországban kapható ez a Simply márka, és utána Zsófi, köszönöm szépen Zsófi a tippet, osztotta meg, hogy ezt a Kauflandban lehet kapni. Ez egy ilyen vajkrémszerűség, én ezt a paprikásot vettem meg, ami elvileg a magyaros vajkrémhez hasonlít, nagyon kíváncsi leszek rá.
Mi van még itt? A tejföl. Azokat nem szedem ki mindet. És az utolsó kosárkában, hát ide mindenféle belekerült. Például itt van a vodka, mert hogy a Raffaelluli körbe vodkát szeretnék tenni. Én ilyen kis üvegeset veszek, mert nem iszunk amúgy vodkát, úgyhogy fölösleges, hogy itthon álljon. Ez pont el fog fogyni a likörhöz, úgyhogy tökéletes. Aztán a pásztorpitét én nem darált húsból készítem, hanem szójagranulátumot fogok hozzá használni, úgyhogy ezt is vásároltam. Valamint van itt kettő csomag olcsó parmezán, azaz grana padano. Ez is többféle ételbe kell, a hagymalevesbe is kell, azt hiszem, meg nem tudom még miben, úgyhogy vettem ki csomaggal, meg szeretjük, hogyha van itthon, mert szeretünk így különböző tésztaitelekre így tenni belőle, ezt jól megmondtam. Szemetes zsák. Vettem egy liter tejet, mi el szoktunk járni egy ilyen Hufladen, az is nem tudom, hogy lehet ezt így magyarul elmondani, az a lényeg, hogy egy gazdától vásároljuk a tejet és a vajat meg a tojást is többnyire, ezek friss termékek és tudjuk, hogy honnan jönnek, viszont nem vagyok benne biztos, hogy elég lesz az a tej, ami itthon van, úgyhogy vettem egy ilyen tartós tejet is, biztos alapom, illetve vajból is jóval többet kellett vennem most a sütemények miatt. Van itt egy porcukor, szintén a süteményekhez, van itt kettő darab ilyen szőlőlé, nem mutatom meg mind a kettőt, ez majd ehhez a gyerekpuncshoz, ahogy a narancslé, és van még itt egy almalé. Ezeket fogom így egybeönteni egy edénybe, felforralni és hozzáadni ezt a teafiltert, amit az előbb mutattam nektek, és ez lesz az úgynevezett gyerekpuncsunk. Aztán van itt egy olívaolaj, mert hogy ez pont elfogyott itthon. Macskáknak van elég eledelük, viszont vettem egy száraz kaját nekik, biztos, ami biztos, nehogy mégis kifogjon. Vettem egy barna cukrot, és a legutolsó, ami itt van még, az egy kiló liszt. Ez is ugye a sütéshez. És megmutattam mindent, elmondtam mindent, hogy mit szeretnék főzni. Ahogy mondtam, a recepteket be fogom nektek linkelni, amit tudok, mert van olyan, ami csak egy ilyen képen van, meg azt ugye nem tudom belinkelni, de azt meg lehet, hogy leírom. És írjátok meg nyugodtan, hogy ti mit fogtok készíteni így az ünnepekre, milyen szokások vannak nálatok, miért szeretitek a karácsonyt, vagy éppen miért nem. Nálam nem nagyon voltak ilyen karácsonyi készülődős videók, ennek megvan az oka. Évek óta ez az első karácsonyom, amit egy kicsit is várok, úgyhogy remélem, hogy esetleg jövő karácsonykor már több videót osztok meg veletek ebben a témában. Most ennyire futotta tőlem egy ilyen foodhaul-t, mutattam meg nektek, remélem, hogy azért ez is tetszett, és esetleg bármi hasznosat tudtam vele mutatni, vagy mondani számotokra. Kívánok nektek kellemes karácsonyi ünnepeket, és legyetek egymással, szeressétek egymást, és legyetek boldogok, és élvezzétek ki az ünnepeket. Nem baj, hogyha egyel kevesebb sütemény készül, vagy hogyha éppen nincs felporszívózva, vagy a por letörölve mindenhonnan, mert ez az ünnep a szeretetről szól, és nem a tökéletességről, nem a pénzről, nem az ajándékokról, hanem az egymással eltöltött időről, úgyhogy élvezzétek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!